A megemlékezés hagyományosan Szent Misével kezdődött, majd a templom udvarában folytatódott, ahol a királyhalmi helyi közösség tanácsának elnöke, Katona Róbert köszöntötte az egybegyűlteket. 104 évvel ezelőtt kapták a hírtelepülésünkön, akkor még csak itt-ott tanyákon élő családok, hogy ezután már másik ország lakosai. Ezzel a döntéssel feladatot is kaptak. Megmaradni magyarnak azon a földön, ahol születtek, és az életüket leélték. Ezt követően dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke tartott ünnepi beszédet. Az a nemzet, amely ennyi országba szakadt, és mindegyik országban meg tudott maradni magyarnak, meg tudta őrizni hagyományait, kultúráját, nyelvét, az mindenképpen egy olyan nemzet, amely Európa nemzetei legnagyobbjai közé tartozik, még ha számbelileg ez nem is feltétlenül így van. A VMS elnöke továbbá bejelentette, hogy a párt tanácsa még a mai nap dönt a Pásztor István Alapítvány létrehozásáról, amelyet június 18-áig a Vajdasági Magyar Szövetség 30. születésnapjáig be is jegyeztetnek.